A fővárosi Uránia Filmszínházban rendezett sajtótájékoztatón ismertették a szervezők az idei Gödöllői Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál részleteit. Doró Viktória kommunikációs vezető köszöntője után Székelyhidi Tamás a fesztivál főszervezője számolt be a részletekről. Minden nemzetközi stúdió nevezett, és az egész filmszemléket és egy kicsit az egész kiállítási tematikát az David Attenborough-nak szenteljük. Mi, akik szervezők, rajta nőttünk föl, tiszteljük, szeretjük, idén 95 éves, és partnereinknek a támogatásával megkaptuk az Attenborough világa és Attenborough csodálatos élete című filmet magyar szinkronnal, amit bármikor és bármányszor levetíthetünk a fesztivál idején. És ha belegondolnak, hogy a mi szekcióink természetfilm, természetrövidfilm, dokumentumfilm, mind az, amit ez a természettudós, ez a filmes ember a filmeiben felülelt, és az utóbbi 3-4 évben pedig ugye nagyon kiemelés fontossá szeretné tenni számunkra az ember szerepét a jövő alakításában, és rámutat arra, hogy a környezetünkkel hogy bánunk. Az összes filmünk az valahol egy montázsa annak, hogy mi történt a világban, mi történik a világban. És megtisztelő, hogy évente azt tudom mondani, hogy a látogatóimnak minimum a 60-70%-a, és itt gondoljanak, hogy mondtam 19-ben, közel 40 ezer, az beül egy vetítési helyre. Tehát idén 4 nagy vetítési helyszínünk lesz, és 2 kisebb szakmai, ugyanúgy a Lovardán, nagy színpad előtt, és hát örüljünk annak, hogy a koncertek a park másik részén lesz, hiszen így minden este 6 órától 10 óráig óriási életfalon nézhetünk természetfilmeket, azokat, amelyek idézik, utalnak és együtt hatnak ránk, úgy, mint Attenborough-nak a filmjei. Mostani filmünkben a kulisszák mögötti felvételekből, helyszíni interjúk felvételeiből és David nevezetes filmjeinek ragyogó képkockáiból rakjuk ki Sir David Attenborough élettörténetének mozaikját. 14. alkalommal kerül sor a Nemzeti Parkok hetére, amelynek nyitó rendezvényére a Gödöllői Fesztivál keretei között kerül sor idén is. Most pedig dr. Rácz András, környezetügyért felelős államtitkárhoz fordulnék, és arra kérném, hogy a Magyar Nemzeti Parkok hetét mutassa be, illetve hát a 2021-es évnek a sajátosságai. Nemzeti Parkok hetét minden évben hagyomány szerint egy nagy közönségi hétvégével kezdtük, és tavaly csatlakoztunk fel a Természetfilm Fesztiválhoz Gödöllőre, szeptember 10 és 12 között, ahogy ide föl is volt vetítve többször, tartjuk ezt a nagy közönségi nyitó hétvégét, amikor az összes nemzeti park igazgatóság összegyűlik, sátrakban kínálja a programjait, kínálja a lehetőségeket, az ökoturisztikai kínálatot. Velünk lesznek a védjegyes nemzeti parki termék, védjegyes termelők, ott fognak árusítani olyan termékeket, amiket a Nemzeti Park Igazgatóság területén, védett területen, helyi alapanyagok felhasználásával, helyi munkaerő segítségével állítottak elő. Kézműves termékek, ahol meg lehet kóstolni a Nemzeti Parkok ízeit is, olyan tejtermékeket, olyan sajtokat, amelyek olyan állatok tejéből készültek, akik védett területen, egyszerületes területen, gyógynövényeket legelészve töltik az életüket, nem csak kis zacskókba vásárolják, amikor megbetegednek, mint mi, hanem egész életükben ezt fogyasztják, és ezen gyógynövényeknek az íze, illata, zamata ott van a tejben, a sajtban, a túróban, amit ezek a termelők kínálni fognak üdülni természetfilm fesztivál. Krakó Ákos, a Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kommunikációs vezetője, a természetfilmek szerepére hívta fel a figyelmet. Egészen biztos, hogy azok a képkockák, illetve azok a filmfelvételek, amelyek többek között itt majd Gödöllőn is levetítésre kerülnek, még mindig leginkább a cselekvőképességünk befolyásolására alkalmasak. És úgy gondoljuk, hogy azok a dokumentumfilmek, ahogy említettem, amelyek felemelők, amelyek elkeserítők, amelyek megdöbbentők és amelyek meghökkentők, akár egyszerre is,
azok az alkotások, amelyek a leginkább képesek minket befolyásolni, hogy a természetünkért, környezetünkért, teremtett környezetünkért tenni akarjunk, és valóban tegyünk is, csak csendben, zárójelben jegyzem meg, hogy a filmnézéstől talán egyetlen egy hatásosabb megoldás van a természet közeliségre, hogyha valamelyik nemzeti parkba kilátogatunk. De mivel ennek a lehetőségnek, most mindkét lehetőségre ez a fesztivál lehetőséget biztosít, ezért úgy gondolom, hogy ez a lehető legszerencsésebb frigy, és ebbe a szövetségbe mi a lehetőségeinkhez és a kedvünkhöz mérten, ahogy az elmúlt években, úgy idén is igyekeztünk becsatlakozni és helytállni. Azt mondtam, hogy egyetlen egy információval, legalábbis a sajtó számára fontos információval tudom kiegészíteni az előttem szólókat. Ahogy korábban is, úgy idén is a Kékbolygó Alapítvány 85 millió forinttal tudta és támogatta szívesen a fesztivál megrendezését, és természetesen a későbbi lehetőségeink és akaratunk tükrében a jövőben is arra vállalkozunk, hogy ezt a nagyságrendet oda tudjuk tenni a mindenkori gödöllői filmfesztiválok mögé, hogy ezekkel az alkotásokkal is fel tudjuk hívni, és ahogy az előbb mondtam, talán a legcélravezetőbben és a legsikeresebben tudjuk felhívni a természet nagyszerűségére a figyelmet, illetve az annak pusztításának beláthatatlan következményeinek.